ahol fogyasztott? Őszintén megmondom a frankót. Van haverom, úgy hívják, hogy Pista, mondom neki, hogy hozzon raktárról egy sört. Az hozott négy rekesszel. Négy rekesszel? Nem csodálom, hogy ilyen nagyon ittas. Aztán megittem abból három rekesz sört. Pista meg Gyula meg ivott egy rekesszel. Gyulát pedig beüttek a detox. Három rekeszte. Nem csodálom, hogy kiakadt ez a szonda. Micsoda? Ki akart ez a távirányító? Te jó ég. Micsoda részeg. Nem mondja rám, érti? Ne nevessen ki, mert ez nem vicces. Na gyerünk szépen a rendőrautóba. Tiltakozom, biztos úr. Majd mire megmutatom azt, hogy mi az a magyar rendőrség. Gyerünk be a kocsiba. Hát tudom, kegyetlen rossz, de nem annyira, mint a sör. Gyerünk szépen a kocsiba, maga ittas idióta. Nem kell kiabálni a képembe. Mert így is összedőlt, mint egy fa. Na jó, van, hívom az erősítést. Nem kell inni. Maga csak maradjon csendben, ittas idi... A kocsim! A csodában most már... Ilyen még nem volt 4 év munkám, most a 4 éves karrierem alatt még ilyen még nem volt. Ne! Maga csak ne adj be olyan. Maga csak hallgasson! Figyelj, haver! Nem zavar, hogy itt ülünk egy kocsit? Szerintem jó. Nem fogsz szólni érte? Szerintem se. Istenem, még nem volt ilyen, hogy elütsök a kocsim a francba, megyek a rendőrségre! Kérlek, főnök, hagyj legyen csak vissza, kell a fizetés. Nem, minek? Úgyis csetepatézni, vagy mi a csuda van? Megígérem, nem fogok, fizetést akarok. Nem, kapsz a segélyt a polgármestertől, és kész. Hogy már abbaszt a nyivákonás? Főnök, hagyj. Na jó, van, kapsz egy utolsó esélyt. Ne legyen veszekedés, és csetepaté meg verekedés. Érted voltam? Világosan fogalmaztam? Igen, főnök. Emelt dolgára. Jaj, de unalmas ez a nap. Karácsonyfa kitéve, de minek ilyen korán? Hülyék klubja. Uram, van egy jó bejelentés, van egy rossz hírem. Mi van? Eltűnt a rendőrautóm. Hát az a hogy tűnt el a rendőrautója? Hát hogy? Megfogta, az egyszerűen eltűnt. Próbáltam fenyegetni egy ittas vezetőt. És aztán valahogy hirtelen, hopp, az eltűnt a rendőrautó. A csodába. És kik voltak? Hát nem tudom, valaki ellopta a rendőrautómat. De jó ez a tea. Jó, hát. Szásztok. Fiú. Áucs. Bocsi. Szóval. Na mi van? Na mi van? Na mi a milyen jó híre jöttél? Visszavettek a rendőrségre. Mi csoda? Visszavettek a rendőrség, az hogy? Úgy, hogy megbeszéltünk mindent. Ohó, értem. Jaj, na fiú, jó tetszik ez itt a repülőtér? Hát ez helikoptertér. Repülőtér, azt mondtam, akkor repülőtér. Helikoptertér. Repülőtér. Az arra helikoptertér. Azt mondom, hogy repülőtér. Az arra helikoptertér. Na jó, elég volt. És teljesen mindegy, hogy helikoptertér vagy repülőtér. Repülőtér, a repülőtér, az kész. Na ugye, hogy megmondta, hogy ez repülőtér? Hát nincs is semmiféle repülő, csak helikopter van.
Na jó, hagyjátok már ezt a csetepatén, mert unalmas. Na, én megyek is el. Jó, van, én mentem Pepsi-t inni. Magácska, hol fekszik? Neki nem mindegy, hogy hova fekszek, fiacskám. Mert csak egy részeges ember vagyok. Úristen, ez seg részeg. Inkább húzom ma belemet Pepsiért. Megérkeztem, uram. Oké, helyes. És most hova parkolja? Oda parkolja a sarokba. Az jó, haha. Itt van a sluszkulcs, uram. Oké. Na, mi a terv a rendőrautóval? Mi lenne? Ki kell fosztanunk egy bankot? De uram, nincs is bank a városba. Csak rendőrség, mert tűzoltállomás. Valami terv következőn. Ugyanis hamarosan megnyílik a karácsonyi vásár a városba. És a nyitás előtt ki kell fosztanunk minden egyes bódé. Ugyanez volt tavaly is, amikor ki akartunk fosztani egy bódé, te időben lecsapott ránk a rendőrség. De majd nem fognak. Hehehehe. Ez egy gasztikus gonosz lett volna. Káin, maradj csömbben! Meg ki leszel vágva innen, a bűnszervezetből. Igaz, igaz. Oké, Pista. Elloptuk a rendőrautót. Ugyanez volt, mint a britek ellopták egy éve a tankot. Most a legújabb. Most egy katonai járművet lopták. Ja, értem. Ez most minek a csodának van ide a fa? Meg persze az ajándék is. És ki a csura engedte meg, hogy díszítse fel ilyen hamar a karácsonyi fát? Azon a felelősséggel kell mondanom valakit. Van sima landulásunk. Ouch. Na 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 na. Tök jó itt. Mi a fenét keresi itt ez a karácsonyfa? Au! Ez szúr! Au! Ez szúr! Au! Jau, ez szúr! Au! Ez szúr! Szúr a tüske! Magácskára mi a fene baja van? Mi? Megszólt ez a fa, ahol leestem a tetőről. Ne essen maga le a tetőről, mert nyakcsigolyája kitörik. Persze, mi anyagok vagyunk. Nem fáj. Akkor mi volt ez az áváváváú szúrás? Talán a farkas vonyítás, hogy mi a csura, ha?
Engem ne nézzél teljesen boldogan, mert ez volt az utolsó csepp a pohárba. Ó, bocsánat. Na, szevasz. Szevasz.